Mától lehet a 2022-es országgyűlési választáshoz és a vele egy napon tartott országos népszavazáshoz kapcsolódó, a szavazóköri névjegyzékkel összefüggő kérelmeket benyújtani a választási irodáknál. Az átjelentkezési kérelmekre is különleges szabályok vonatkoznak. Erről a kérelmről annyit kell tudni, hogy a magyarországi lakóhelyen rendelkező választópolgárok nyújthatják be. Fontos szabály, hogy abban az esetben terjeszthető elő, hogyha a lakóhelyétől eltérő településen tartózkodik a szavazás napján a választópolgár, vagy pedig azonos településen, de a szavazókörétől eltérő szavazókör területén tartózkodik. Itt nagyon fontos szabály, hogy január 27-et holnapi naptól lehet a kérelmeket előterjeszteni, és március 25-e 16 óráig van erre lehetőség. Az átjelentkezésre, a külképviseleti szavazásra jelentkezésre, a Moszkvaurna igénylésre vonatkozó kérelmeiket mindig a szavazást megelőző 66. naptól nyújthatják be a választópolgárok a lakóhelyük szerinti választási irodákhoz. Moszkvaurnát azok a választópolgárok kérhetnek, akik vagy egészségi állapotuk, vagy fogvatartásuk, vagy fogyatékosságuk miatt nem tudnak a szavazóhelyiségben megjelenni. Ugye itt a határidők úgy alakulnak, hogy a holnapi naptól, tehát 2022. január 27-től már be lehet nyújtani a kérelmeket, ami nagyon fontos, hogy ha személyesen nyújtják be a kérelmet, akkor erre április 1-e 16 óráig van lehetőség, itt a helyi választási irodánál. Illetve, hogyha levélben vagy postai úton terjesztik elő a kérelmet, akkor nagyon fontos, hogy beérkezését tekintve március 30-án 16 óráig meg kell érkeznie. Vannak ugyanakkor olyan kérelmek is, amelyeket a választás kitűzésének napjától, azaz már január 11-től folyamatosan benyújthattak a választópolgárok. Ilyennek számítanak a nemzetiségi névjegyzékbe vételre, vagy abból való törlésre, az akadálymentes szavazókör igénylésére, a brejírásos szavazósablon igénylésére, a személyes adatok kampánycélú kiadásának megtiltására vonatkozó kérelmek. A kérelmeket személyesen és levélben a helyi választási irodáknál lehet benyújtani, vagy online a Nemzeti Választási Iroda internetes oldalán a www.választás.hu oldalon.